nézzük most meg ennek a 6x6-os kalkulókónak a megoldása. Ebben a kalkulókóban műveletként csak az összeadás szerepelhet. Kezdjük a megoldást a legegyszerűbb résznél, ennél a 3-asnál itt, hiszen ő nyilvánvalóan, mivel ez egy egyenlemű mező, ezért ide 3-as kell, hogy beírjunk. Nézzük most ezt a mellette lévő 3-as mezőt itt. Ide csak az 1-1-2-t írhatjuk ugyanis, hiszen ezeknek a számoknak az összege lehet csak 4. Tehát 2 1-esnek kell szerepelni, mivel nem lehet egy sorban és egy oszlopban sem 2 1-es, ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogyha az egyik 1-est ide, a másik 1-est pedig ide írjuk. És akkor a 2-es ide kell, hogy kerüljön. Most nézzük meg azt a trükköt, amit elég sokat szoktunk alkalmazni az összeadáson alakuló kalkulókóban. Ez pedig az, hogy kiszámoljuk az egy sorban lévő számok összegét, ami egyébként ugyanannyi, mint az egy oszlopban lévő számok összege, de most kifejezetten a sorokra fogok koncentrálni, ugyanis hogyha összeadom ezt a 12-t, vagyis ezt a 3-as mezőt, ezzel a 3-as mezővel itt, meg ezzel a 3-as mezővel, valamint ezt az 1-est, meg ezt a 3-ast, akkor majdnem az alsó teljes két sort kapom meg, leszámítva az ebben a mezőben elhelyezkedő számot. Még egyébként nem tudjuk, hogy mennyi, pontosan azért ügyeskedünk itt, hogy meg fogjuk tudni mondani, hogy itt mennyinek kell lennie. Ugye egy sorban, egy 6x6-os kalkulókóban lévő számoknak az összege az 21 kell, hogy legyen, amit úgy számíthatunk ki legkönnyebben talán, hogy mivel 1-től 6-ig szerepelnek a számok, ezért azt úgy adom össze, hogy 1-et a 6-tal, 2-t az 5-tel, 3-at a 4-jel. Hiszen ezek a páros összegek, ez mindegyik 7. 3 ilyen párom van, tehát 1-től 6-ig a számok összege az 21 kell, hogy legyen, 3x 7 ugyanis. 2 teljes sorom van majdnem, 2 teljes sorban pedig nyilvánvalóan 2x21, vagyis 42 kéne, hogy legyen a számok összege. Rajjuk össze tehát ezt a 12-t, ezt a 3-at, az 15, ezzel 16, ezzel 27, ezzel a 13-mal pedig 40, ami ugye 2-vel kevesebb, mint 42, itt tehát 2-nek kell akkor szerepelnie majd. Ha most megnézzük a felső két sort, teljesen hasonló dolgot tudunk mondani, ha figyelembe vesszük ezt a 13-ast, azaz ezt a 3-as mezőt itt, ezt a 6-ost, ezt a 2-es mezőt itt, valamint ezt a 15-öst, ezt a 3-as mezőt itt, meg ezt a 7-est, ezt a 3-as mezőt itt. Majdnem 2 teljes sort kapok meg, kivéve ezt az egyetlen egy mezőt. Ugye az előbb láttuk, hogy egy sorban lévő számok összege 21, két sorban lévő számok összege 42, ezt ne felejtsük el. 13 meg 6, az 19, meg 15, az 34, meg 7, az 41, ami egyel kevesebb, mint 42. Ez tehát azt jelenti, hogy ennek itt egynek kell akkor lennie. Nézzük meg, hogy mi írható be ide és ide. Hiszen már van egy 2-esünk ebben a 3-as mezőben, 2 számunk hiányzik. 3 lehetőségünk van, amit látszik ott alul. Az egyik a 2-2-6, ami azonnal kiesik, hiszen a másik 2-est ide kéne, hogy írjuk, ami lehetetlen, mert ebben a sorban itt már van egy 2-esünk.
A másik lehetőségünk, az utolsó lehetőségünk az a 3-4-4, illetve a 2-4-4. Szintén kiesik, mert ezt csak úgy tehetjük meg, hogy mivel itt van már a kettes, ide is, meg ide is négyet kéne, hogy írjunk. Maradt tehát a középső lehetőség, a 2, a 3 és az 5. Itt van a kettes, ez tehát 3 kell, hogy legyen, vagy 5. Meg ez is. De itt nem lehet 3, mert ebben az oszlopban itt lent már van egy 3-osunk, ez tehát 5 lehet csak már. Ha ez itt 5, akkor ez meg már nem lehet 5, csak 3. Akkor van egy majdnem teljes sorunk, itt 2 számunk hiányzik a negyedik sorból, itt az 1, 2, 3, és akkor hiányzik a 4-es, itt az 5, és akkor hiányzik a másik, az a 6-os. Tehát már itt csak a 4-es vagy a 6-os lehet, mint ahogyan itt is csak a 4-es vagy a 6-os lehet. Lehet-e itt 6-os? Hogyha itt 6-os volna, az csak úgy lehetne, hogyha ide is, meg ide is 1-est kéne írnunk. De hát ez nem lehet, mert akkor ebben a sorban két darab 1-es szerepelne, ami lehetetlen. Ami azt jelenti, hogy itt már 6-os nem lehet, csak 4-es. Ez tehát itt 4 kell, hogy legyen. Ha ez itt 4, akkor ebben a sorban itt a végén itt már nem lehet 4-es, csak 6-os. Nézzük, hogy mi írható ide a 4-hez, ide és ide. Mi párosítható, hogy az összeg ebben a 3-os mezőben 8 legyen. Hát az egyik az 1-3, a másik pedig a 2-2, ami azonnal kiesik, mert ide is 2-t, meg ide is 2-t nem írhatok, hiszen akkor ebben a sorban két darab 2-esünk volna. Maradtál ide is, az 1-3. Meg ide is az 1-3. Igen ám, de itt már van egy 3-osunk ebben az oszlopban. Tehát itt már nem lehet 3-os, csak 1-es. Ha pedig ez itt 1, akkor itt már nem lehet ebben a sorban másik 1-es. Ez tehát akkor 3 kell, hogy legyen. Most térjünk rá erre a 2-es mezőre itt. Ugyanis ez az 1-es nagyon fontos volt ehhez. Hiszen ez az 1-es, meg ez az 1-es rögtön kizárja ennek a kettő hosszúságú mezőnek az egyik lehetőségét, konkrétan az 1-est és az 5-öst. Hiszen ez miatt nem szerepelt 1-es itt, ez miatt pedig itt. Marad a másik lehetőség a 2 és a 4 ide. Igen ám, de itt 2-es nem lehet, mert ebben az oszlopban itt alul már van egy 2-esünk, ez tehát 4 lesz akkor. És akkor itt lesz a 2-esünk. Ezzel kijött, hogy a második oszlopunkban már csak 2 darab szám hiányzik. Itt az 1, itt a 2, itt a 3, itt a 4, tehát hiányzik az 5 és a 6. Mi hiányzik a harmadik oszlopunkból? Itt van az 1, itt a 2, itt a 3. Itt az 5, tehát itt a 4 és a 6 az, ami hiányzik. És ide is csak a 4-est vagy a 6-ost írhatom. Most, ha kijött ez a 4-es és a 6-os itt, meg megvan már, hogy ez itt 1, ezért a másik kettőben lévő számok összegének 10-nek kell lennie. Ha ez itt 4, akkor itt 6-nak kell lennie. Ha pedig ez 6, akkor itt 4-nek kell akkor lenni. És ha megnézzük ezt a harmadik sort, akkor látható, hogy itt van az 1-es, a 2-esről még nem tudunk semmit, tehát itt lehet 2-es, itt van a 3-os, a 4-es az vagy itt lesz, vagy itt lesz, és a másik szám, amiről nem tudunk semmit, még az az 5-ös. Ugyanis a 6-os vagy itt lesz, és ebben a sorban másod már nem lehet, de itt már csak a 2-es és az 5-ös lehet, mint ahogyan itt is csak a 2-es és az 5-ös lehet. Most nézzük meg az 5. sort, mi hiányzik ebből. Itt van 1, 2, 3, tehát hiányzik a 4, 5, 6.
Ide azonban négyet, ez miatt a négyes miatt nem írhatok. Itt tehát már csak az 5 és a 6 jöhet. A 4, 5, 6, mindegyike jöhet egyelőre legalábbis ebbe a mezőbe. Ide viszont a 6 nem jött, mert ebben az oszlopban itt már van egy 6-osunk, ami azt jelenti, hogy itt már csak a 4 és az 5 lehet. Ami azt jelenti persze, hogy a 4-es az mindenképpen benne lesz itt ebben a két mezőben valamelyikben. Ezen kívül, a 4-esen kívül ugye 11-ig még 7-et kell nekünk kihoznunk. Ha a 4-es az 5-össel van, ugye az 9, ahhoz 2 kell. Ha a 4-es pedig a 6-ossal van itt, akkor 4 meg 6 az 10, akkor pedig 1 kell ide. És nézzük meg ezt a 3-as mezőt itt. Ugyanis itt most elég kedvezőnek tűnő dolgot láthatunk. Itt is csak az 5 és a 6 szerepelhet, meg itt is csak az 5 és a 6 szerepelhet. És akkor itt most felhívnám a figyelmet egy olyan hibára, amit könnyen elkövethetünk. Ugyanis az, hogy itt is az 5 és a 6, meg itt is az 5 és 6 szerepelhet, ez nem jelenti azt, hogyha itt 6 van, akkor itt csak az 5 lehet, és fordítva. Hogyha itt az 5 van, akkor itt csak a 6 lehet. Hiszen lehet itt is a 6, meg itt is a 6, illetve itt is az 5, és itt is az 5. Ez tehát 4 eset az előbb említett két esethez képest. Mondjuk a 6-6 az azonnal kiesik, tehát itt nem lehet a 6, meg itt is a 6, mert hogyha ez volna, akkor az már 12 volna. Csak ide nullát kéne írnunk, ami lehetetlen, hiszen legalább egyet be kell ide írni. De az 5-5, mint lehetőség, az fönnáll. Nézzük is meg, hogy mi van akkor, hogyha itt is az 5, meg itt is az 5 van. Az ugye 10, és 12-ig 2 kéne ide. Ugye 6-6 lehetőség kiesik, maradt tehát az, hogy itt az 5, itt meg a 6, az 11, vagy pedig itt a 6, és akkor itt az 5, ami szintén 11, és akkor mind a két esethez ide 1-est kellene beírnunk. És ez nekünk nagyon jó, mert ebben a sorban az 1-es és a 2-es már csak az első és az utolsó mezőben lehet. Ha itt 1-es van, akkor itt már csak 2-es lehet. Ha pedig itt van a 2-es, akkor itt 1-es lehet. Ez azt jelenti akkor, hogy az 1-es és a 2-es ebben a sorban mások már nem szerepelhet. És ugye mivel még nincs 3-asunk sehol sem, az biztos, hogy ebben a sorban vagy itt majd 3-asnak kell lenni, és ezen kívül már csak 10 lehet. Ha itt 4-es van, akkor itt a 3-asnak a 6-ossal kell lennie, ha pedig itt a 6 van, akkor itt a 3-asnak a 4-essel kell lenni, ami azt jelenti tehát, hogy akkor itt szerepelhet a 3-as, a 4-es és a 6-os, mint ahogyan itt is a 3-as, a 4-es és a 6-os. Bár ugyan itt a lehetőségeket, hogyha nézzük erre a három mezőnek a kitöltésére, akkor látunk egy másik lehetőséget is ugye, ezen kívül, ezen a 3-4-6-on kívül, az pedig a 2-5-6,
De ugye azt azért kell kizárjuk, amit már előbb megbeszéltük, hogy a kettes ebben a sorban vagy itt lehet már, sehol másutt. Na most, hogyha most megnézzük ezt a három mezőt itt, akkor azt látjuk itt, hogy ebben a hatos mindenképpen szerepelni kell valahol. Vagy itt lesz, vagy itt lesz, vagy itt lesz. Ami persze azt jelenti akkor, hogy ebben a sorban a hatos az másút már nem szerepelhet, tehát nem szerepelhet például itt. Ez itt akkor csak 5 lehet. És most itt vigyáznunk kell megint csak, mert nehogy ennek az ötösnek a meglétével kizárjuk ezt az ötöst innen, és akkor egy 6 lenne, és akkor egyet kimerül. Lehet, hogy jó lesz, de ez egy hibázási lehetőség. Viszont ha most megnézzük ennek az ötösnek a kijövetele után az oszlopot, ennek az ötösnek az oszlopát, akkor látszik, hogy itt már ötös nem lehet ebben az oszlopban másutt. Ez viszont akkor biztos, hogy 6 lehet már csak. Nézzük, ez a 6-as ez nagyon fontos volt, hogy kijöjjön. Nézzük ezt a 3-ast itt. Ugyanis itt két lehetőségünk van ennek a kitöltésére most már csak. Ez egyik a 3-6-6, és ezt azonnal ki kell, hogy zárjuk. Ezért volt fontos ez a 6-os itt, hogy kijöjjön. Mert a 3-6-6-ot azt csak úgy tudnánk elhelyezni, hogy az egyik 6-ost ide, a másik 6-ost meg ide tennénk, és ide a 3-ost. Igen ám, de ide nem tehetek 6-ost, mert ebben a sorban itt már van egy 6-osunk. Így aztán ennek a 3-as mezőnek a kitöltésére, 3 hosszúságú mezőnek a kitöltésére csakis a 4-5-6 lehetőségünk van. Szerepel benne a 6-os, viszont a 6-os semmit nem lehet. Tehát akkor a 6-osnak itt kell szerepelnie. És a 6-oshoz itt és itt már csak a 4-es és az 5-ös szerepelhet. És akkor mi hiányzik még ebből a sorból? 2. Itt van a 2 darab szám. Egyébként az egyik a 2-es, de pontosan már itt van az 1-es. A másik pedig úgy látom a 3-as, mert itt van a 4, itt az 5 valamelyikben, itt a 6. Hát a 2-es és a 3-as hiányzik már csak. Igen ám, de itt 3-as nem lehet ebben az oszlopban, mert itt már van egy 3-asunk lentebb. Tehát ez itt 2 kell akkor, hogy legyen. És akkor itt ez már csak is 3-as lehet. Na most már ennek a 2-esnek a meglétével, meg ennek a 6-osnak a meglétével kibírjuk számolni, hogy mi kerül ide. 6 meg 2 az 8, 13, míg ide 5-öt kell akkor beírni. És akkor mivel kijött ez az 5-ös, itt lentebb már 5-ös nem szerepelhet. Ez tehát 6 kell, hogy legyen. De most éppen olyan szerencsénk volt, hogy ezzel az 5-össel kizártuk volna, nem csináltunk volna hibát, de ezt most csak annak köszönhetjük, hogy ide néhány NM-mel följebb kijött az ötösünk ebben az oszlopban. Ez tehát akkor 6 kell, hogy legyen. 6 meg 5 itt, ez a 2, az 11, és akkor azt jelenti, hogy ide 12-ig 1 hiányzik. Úgy is mondhattuk volna, ha megnéztük ezt az oszlopot, akkor látható, hogy ebben az oszlopban mások már 2-es nem lehet, tehát nem lehet például itt sem. Így aztán így is 1-nek kell akkor lenni itt. Ha ez itt 1-es, akkor itt ebben a sorban mások már nem lehet 1-es, ez tehát 2 kell akkor, hogy legyen. Ennek a 6-osnak a megléte kizárja innen a 6-osnak a lehetőségét, tehát itt már csak a 4 és az 5, meg itt is csak a 4 és az 5 lehet. Ez a 6-os itt kizárja a 6-osnak a lehetőségét innen. Ez tehát már csak 4 lehet. Ez miatt itt
már nem szerepelhet 4, csak 6. Ez miatt a most kijött 6-os miatt itt már nem lehet 6-os ebben az oszlopban máshogy, csak 4. 4 az nem lehet itt, megint sem. Ebben a sorban már máshogy. Marad a 3 és a 6, meg itt is a 3 és a 6. Igen ám, de itt ebben az oszlopban, ha felnézünk, látható, hogy már van egy 6-osunk, tehát itt nem lehet 6, csak 3. Ez miatt a 4-es miatt pedig itt nem lehet már 4-es, csak 5. Ez miatt az 5-ös miatt pedig itt nem lehet már 5-ös ebben a sorban másod, csak 4. Ez miatt a 3-as miatt itt már nem lehet 3-as, ebben a sorban másod, csak 6 lehet akkor már itt. Ez miatt a 2-es miatt itt már nem lehet 2-es, csak 5-ös. Ez miatt az 5-ös miatt pedig ebben a sorban másod már nem lehet 5-ös. Ez tehát itt akkor 2 kell, hogy legyen. Ez miatt az 5-ös miatt itt már nem lehet 5-ös. Ebben az oszlopban csak 4 lehet akkor itt. Ez miatt a 4-es miatt pedig ebben a sorban már nem lehet másod 4-es. Nem kiesik a 4-esnek a lehetősége, egyetlen lehetőség maradt, az pedig az 5. És akkor ebben az oszlopban már csak egyetlen egy szám hiányzik. Itt az 1, itt a 2, és úgy látom a 3-as lesz az, mert itt van a 4, itt az 5, itt a 6, úgy van, tehát ez itt 3 kell akkor legyen. És én most már ezt itt háromféleképpen is kitölthetjük, az egyik lehetőség ugye, összeadom ezt a 3-at ezzel a 3-assal, ebben a 3 hosszúságú mezőben az ugye 6, és 7-ig 1 kell. Vagy megnézem, hogy mi hiányzik ebből a sorból, és örömmel látjuk, hogy az is az 1, hogy megnézem az utolsó oszlopot, és örömmel konstatálhatjuk, hogy ott is az 1 hiányzik, tehát itt háromféleképpen is beláttuk, hogy itt 1-nek kell akkor lennie, és akkor ezzel ezt a kalkulokut meg is oldottuk ennek a megoldása, tehát így néz ki.